Jó estét kívánok, kedves gyerekek! Ma a Macska, mint szakács című népmesét hallhatjátok. Az oroszlánt egyik napról a másikra faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra. Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni? Az oroszlán azonnal elszalasztotta macskáért. Mi lenne a dolgom? Kérdezte a cirmos az oroszlántól. Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni. És a beszerzés? Aggályoskodott a macska. Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondod, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak. A cicának tetszett a konyhafőnökség, csak azt kötötte ki, hogy amikor süt fő, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a cirmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt a soros a bevásárlásban. Mit kell hozni, mi lesz az ebéd? Máj, mondta a cirmos, hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakácskötényt, fejére tette a szakácssapkát, s azt mondta, most aztán tágíts innét, s addig be ne gyere, míg nem szólítalak. A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentől az edénycsörömpölést, a zsírsercegését, egyszer csak szólítják. Bemegy a szakács, már nyomja is kezébe a tálat. Viheted. Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szelíden csak annyit kérdezett a cirmostól. Mi volt az ebéd? Máj, mondta a cirmos. Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem. Csóvált a fejét az oroszlán. Máj mezei módra, mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, s ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a soros. Kérdi, mit hozzon, mi lesz az ebéd? Máj, mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát. Mi volt ez? Máj, hangzik a válasz. Ejj, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak többből lett volna. Máj kert.